Húsvét alkalmával ismét kedveznek a kirándulni vágyó családoknak, gyermekeknek a 60-i vadasparkban, ahol sokak kedvenc állatai számára kicsi nehézkesen indult az év, a megszokottól eltérően. A nagy esőzések következtében pozíciót kellett változtatni, hogy aztán később újra épségben tudják fogadni a kilátogatókat márciustól. Január végén, február elején, olyan mennyiségű csapadék hullott le, hogy mind a két patakot, a hatvani bérpatakot, valamint az agyvát is ez, ez megduzzasztotta. Ugye a zagyva kiöntött a medréből, és ez a vadasparkra is volt egy negatív hatással. Bejött a vadasparkba a víz, vízügyel folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, és a hatvani szolgáltató Kft. kollégái is rendelkezésre álltak a segítségnyújtásban. Az este folyamán megkértem minden állatgondozót és kollégát, hogy jöjjenek be segítsenek. Az állatokat biztonságos helyre kellett áttelepíteni. A délután folyamán, hát ö, időben sikerült, szerencsére, minden jószágot magaslati pontokon elhelyeznünk. Az állatok nem tiltakoztak, érezték a veszélyt. Március 1-én meg tudtak nyitni, már az elején nagyon sokan voltak kíváncsiak újra a vadaspark ismert állatai sorsára. Húsvét alkalmával a hosszú hétvégén is érdemes lesz ide ellátogatni. Április 8-án szombaton programmal, de vasárnap és húsvét hétfőn is várják a kilátogatókat szombati napon tartjuk rendezvényünket, 60 szolgáltató Kft. szervezésében, támogatásunkra lesz még segítségül lesz a 60-i Turinformiroda, a 60 Lajos Múzeum és a 60-i Nőegylet. Színes programokkal várjuk a családokat és ide látogatókat a vadasparban. Készülünk állatítotóval, tojásfa tojásfadíszítéssel a gyerekeknek, állatsimogatással, ugye nyuszik is lesznek kihelyezve az állatsimogatóba, kézműves foglalkozással, állatitotó, hoddog leszárusítva. Egyetlen egy, amit nagyon fontos megemlíteni, hogy nagyon időjárás függő a dolog, tehát én bízom abban, hogy ha nem is lesz meleg, csak az eső ne essen, e, akkor úgy gondolom, hogy egy sikeres szombatot és egy hétvégét, húsvét hétfőt tudunk zárni. A parkban a nyuszik egészségügyi állapotára is nagyon fognak ügyelni húsvétkor, azért, hogy kíméljék a nyulakat az egésznapos próbatételtől, ezért óránként, két óránként cserélni fogják őket, hogy tudjanak pihenni. A vadasparkban persze szárnyas jószágok, szarvasok, őzek, tekintét parancsoló magyar szürke, illetve magyar tarka szarvasmarhák is várják a közels távolról érkezőket. Legközelebb gyermeknapra ugrálóvárral, állatsimogatással, nyársalással, bográcsolással egybekötött családi napra készülnek, de nem marad el az éjszaka a vadasparkban program sem.